mindegy párkapcsolatban elkezdődik valami, és akkor érzed, hogy valami van a két partner között, vagy van valami vibrálás, vagy és abszolút azt kell mondjam, az első lépések azok jók voltak, és mind a két fél érzi, hogy ebből valami komolyabb is kialakulhat, hogyha már ennél a nyelvezetnél voltunk. Azt, hogy milyen ember és hogy milyenek vagyunk valójában, egyikünk nem tudja még, de mind a kettő akarja ezt a dolgot, és talán ez a legfontosabb. Ami még nagyon érdekes rész ennek a történetnek az, hogy ő milyen is valójában. Sok mindent ugye nem ismertünk meg belőle, de én azért többet voltam vele az elmúlt 10 napban, vagy 10 napot, vagy 8 napot együtt töltöttünk. És ő elég szigorú megvan a véleménye. Nem nagyon bizonyos dolgokat meghallgat, elfogad, azt szerint hoz döntéseket, de a döntéseket azokat nem engedi másnak át, akármiről van szó, hogyha buszindulástól elkezdve bármi olyan dolog van, ami neki megvan az ideája, hogy minek hogy kell mennie, akkor az úgy van. Emellett mindenféle kritikával élni szokott mindenki felé, de az mindig egy kicsit ilyen vicces környezettel társítja, és akkor az mindenkinek sokkal elfogadhatóbb. Azért volt, hogy elengedte a hangját elég keményen, hál' Istennek még csak a bírókkal, én tudom azt az ő munkásságát ismerve, hogy a játékosokkal is előbb-utóbb fog így beszélni.